Úgy éreztem előtte is, hogy az lesz a kulcsa, hogy nekünk nagyon fegyelmezetteknek kell lennünk egészen az elejétől, egészen a végéig. És az látszott, hogy már a második negyedben is, hogyha ezt egy picit felborítjuk, belelövünk váratlanul, kockázatos paszt adunk, abból ők rögtön eljönnek, és ha nem is lövik be a lefordulást, vagy 5 méterest, vagy emberelőnyös helyzetet harcolnak ki, amit meg hát végül nem tudom, hogy jobban használtak-e, mint ki, mint mi, de hát végül is kialakítottak egy különbséget, erre akarok kiukadni. Csalok a mérlegünk ellenük, hiszen a második meccsen, amikor mi otthon amolyan győzelmi kényszerben voltunk, nem voltunk, mert már benn voltunk a Final 8-be, de annak érdekében, hogy elkerüljük a rekordot, az első meccsen nyerni szerettünk volna, nekik meg teljesen mindegy volt. Így tudtunk nyerni a második meccsen, úgyhogy szoros volt. Tehát ez egy nagyon jó csapat, és azt hiszem rájuk is igaz lesz az, hogy végig fegyelmezetten kell játszanunk. Ez a kulcsa. Dibusz Dénes vagyok, és ezennel én is csatlakozom a Telekom mobiltelefon programjához. Ha otthon elszakítom, van egy nem használt okostelefonotok. Ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, találhat egy használt, de még működőképes okostelefon. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van. Akkor a mobiltelefonon megtaláljátok a további részleteket. Szerezzetek örömet másoknak. Én már mobiltelefonon vagyok. És te? Sziasztok!